embereket kérdeznek tőlem, hogy kinek írtuk, hogyan csinálom, meg van ez a nagyon kedvenc standard kérdés, hogy mi a receptetek. Semmi okosat nem tudok mondani. Annyi van, hogy a mai napig is, hogy leülök, és aztán ha van kedvem, akkor jönnek dolgok, és akkor azt úgy megcsinálom. Sokat koncerteztünk, ez egy nagyon pesdülő időszak volt. Ez a műfaj akkor annyira berobbant, hogy azt kell, hogy mondjam neked nagyon őszintén, ha elég volt az, hogyha csak írtuk, hogy heavy metal koncert. A Molly Zsoltinak volt a Sámán zenekar, talán a Misszió, meg mit tudom én, volt még 2-3 zenekar, és házilag gyártott plakátok, képzeld, 4-5 tök ismeretlen név, és magyar heavy metal, és Almásítéri Szabadidő Központ, és 1000 ember, képzeld, de hát ez ma már totálisan elképzelhetetlen. Sőt, kérlek szépen, voltunk Szicíliában. Egy barkasszal lementünk Szicíliába, ezt úgy képzeld el, egy nagyon rossz műszaki állapotban levő barkasszal, ami folyton lerobbant, és a szicíliai idegenforgalmi hivatal szervezett egy ilyen nyári ilyen koncertsorozatot a tengerparton, különböző gyakorlatilag tök ismeretlen külföldi zenekarokkal. Ingyenes bulik voltak, és az volt a lényeg, hogy mindenki érezze jól magát, és tényleg egy nagyon tüzes, lelkes kis közönség az olasz, közük nincs a rockzenéhez, igazából mindenki ilyen sunshine happy gyerek volt, ilyen kis mopedekkel, ez marha nagy divat volt, mopedekkel járkáltak, de viszont megvolt bennük az olasz temperamentum, tehát díjazták és értékelték, ha valaki ilyen temperament. Fogalmunk sem volt, hogy kik vagyunk, de tényleg jól vették. A változás az nagyon durván, olyan 94-95 körül következett be. A szokásos fázis késés, hiszen tudjuk, hogy nyugaton már 92-ben volt a dallamosabb vagy a klasszikusabb rocknak és a metalnak egy nagyon nagy mélypontja. Igazából az emberek egy kicsit besokaltak ettől a műfajtól, és megjelent a grunge, és jött a Nirvana, és úgy minden borult, és mindenki kockásinkbe járt, és összeomlott a rendszer, a műfázak is, meg a koncertezés is, akkor jött a klub, az első magyar klub időszak, ami szörnyű volt. Lementünk mínusz 1000-ben, és tehát látszott a lehelletünk, és így kérdeztem az embertől, a tulajdonostól, hogy ugye lesz hűtés, azt mondja, nem, majd belehelik a rockerek. És ez megtörtént? Ez megtörtént, nem, figyelj, most minek, nem akarok én itt Münchhausen Bárót vagy Hári Jánost játszani, nem, tényleg volt, hogy nagy kabátba játszottunk, nagy kabát, és a közönség is nagy kabátba volt, és a maximális tiszteletem, respektem azokért, akik ott maradtak, és végignézték ezt a koncertet, vagy ezeket a koncerteket. Rock and roll, démon, a célon, túllőttél már rég, táncolnál a síromon, démon, és széttépnél.